Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt lássuk a mai tartalmat. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jó az idei búza minősége. A szakemberek szerint ez a kedvező időjárásnak köszönhető. A 28 ezer hektáros területen a termés átlag 4,5 tonna, ami szintén jónak mondható. A megyei agrárkamara elnöke szerint az átlagon felüli minőség kedvező hatással lehet a gabona árakra. Két részletben kapják meg a dohánytermesztéshez nyújtott 5 milliárd forintos állami támogatást a gazdálkodók. A hektáronkénti átlagosan 900 ezer forintos támogatási összegből 600 ezer forintot még ebben az évben, 300 ezer forintot pedig a következő év első harmadában fizetnek ki. A támogatás folyósítása már elkezdődött. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt. Országszerte mintegy 11 ezer család foglalkozik dinnyetermesztéssel, közel 6200 hektáron. Bár a görög dinnye 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyag forrás. A szezon indulásával az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek fokozottan ellenőrzik a dinnyetermesztőket és az árusokat. Az ország más területeivel ellentétben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiváló lett az idei búza minősége. A szakemberek szerint ez elsősorban az időjárás kedvező hatásainak köszönhető. Az agrárkamara elnöke azt is elmondta, hogy a kedvező minőség jó árakat is eredményezhet a jövőben. Jól halad az idei aratás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az átlag termés jobb a közepesnél, ami a szakemberek szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhető. A megyei agrárkamara elnöke azt is elmondta, hogy az idei búza minősége kimagaslóan jó. Olyan sikertartalmakat mérnek, hogy azt hiszik, hogy a műszer nem jó, úgyhogy már lassan viccelődve azt mondják, hogy annyira jó, hogy kenyérnek se lesz jó. Ez csak egy kis vicc a történetben. Nagyon jó a minőség a mennyiséggel. Én úgy gondolom, hogy a tavalyi átlag környékére fogunk kerülni, ugyanis a búzából is inkább a homokos területek vannak learatva, és ez a 45 mázsás átlag szerintem a 47-48-at el fog érni az idén is. Ezt a területet Ópályi határában már learatták, jelenleg báláznak. A tulajdonos szerint az elmúlt időszak csapadék hiánya is segített abban, hogy a betakarított termés idén ne csak jó, valamennyivel több is legyen az előző éves átlagokhoz képest. Az idei búza terméssel meg vagyunk elégedve, persze ehhez kellett a talajelőkészítés, fémzárolt vetőmag és szárbaszökkenéskor gombával megszórtuk. Persze természetesen cinkes lomtrágyával, és virágzáskor szintén megszórtuk gombával, és szintén kapott lomtrágyát. Hát a termés átlagunk a buzánál elérte az 55-60 mázsát a fekete földbe, a felső mezőn, a homokosabb területen ott sajnos az 50 mázsa megfogta. A titikálé, az már kevesebb, olyan 40-45 mázsa körül lettek a titikálék, időben le tudtuk kombányolni, elkerülhetetlen már a gombázás, a kalászosoknál is, a vetésfehérítőt azt meg kell szólni méreggel, meg szerintem a két lomtrágya sokat segített, mert itt elkerült bennünket a csapadék. A megyei agrárkamara elnöke szerint a búza kiváló minősége hatással lehet majd a felvásárlási árakra, a gazdák akár magasabb árat is kaphatnak a terményeikért. 4400 forint, 4600 forint körül van most az első osztályú malmi búza ára, a másodosztályú 4400 és 4200, harmadosztályú, amit takarmány minőségnek mondunk, és a titikálénak is 4200 körül van az ára. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy az aratást követően az alma betakarítása adja majd a legtöbb munkát a megye gazdálkodóinak. A tavalyi rekord termésnek mindössze felével számolnak az idén, így elképzelhető, hogy magasabb áron tudják majd a termést értékesíteni. Kicsit körbenézünk Európában, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországot 5 évvel ezelőtt még Görögországgal együtt emlegették. Mindeközben az elmúlt 5 év alatt Magyarország a szakadék széléről azért elmozdult, és ha az agráriumot nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egy nagyon komoly bővülés ment végbe. Nőtt a foglalkoztatás az ágazatban, nőtt az ágazatnak a nyereségessége. Nyilván vannak helyi problémák, amelyek ezt negatív módon árnyékolják, de összességében el lehet mondani, hogy Magyarországon agrárbéke van, és hogy Magyarországon a
mezőgazdaság az egy jövedelmező ágazatnak számít. Elkezdődött a búzagyűjtés a Magyarok Kenyere programban is, amelyhez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már megalakulásának évében csatlakozott. 2013-ban 77 tonna, tavaly pedig már több mint 120 tonna búza összegyűjtésével járult hozzá a sikerhez. Az összegyűlt búzaadományok egy részét egy ünnepélyes összeöntés alkalmával egyesítik, a búzát megörlik, majd az ebből keletkezett lisztből készítik el az augusztus 20-ai kenyereket az ország összes megyei jogú városi ünnepsége számára. Ezekbe a zsákokba kerül a megyei termelők által felajánlott búza, amelynek lisztjéből elkészítik az ország kenyerét. Az Agrárkamara minden megyében kijelölte azokat a gyűjtőpontokat, ahová az adományozók beszállíthatják a felajánlásokat. Az Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete is meghirdette ezt az akciót falugazdász hálózaton keresztül, illetve azokat felhívtuk a figyelmét, akik tavaly is részt vettek ebbe a programba, hogy az ismeretség körükben úgymond tájékoztassák az embereket erről a lehetőségről. Kijelöltük azokat a pontokat, ahol tavaly is folytak ezek a begyűjtések, de úgy hirdettük meg, hogy az Agrárgazdasági Kamara bármely településen megszervezi a beszállítást egy közös napkoron vagy apagyon, ahol majd jönnek érte elszállításra, ez is majd egy ünnepélyes keretek között fog lezajlani, illetve ezeknek a begyűjtött búzának egy bizonyos mennyisége itt fog maradni Magyarországon, és minden megye egy bizonyos része rendelkezhet, és egy ilyen intézményre, aki rászorul, annak felajánlása azt a plusz mennyiséget. 67 mázsa azt hiszem jött össze a tavalyi évben, most nagyobb érdeklődés mutatkozik, lehet azért, hogy ezek, akik tavaly már bekapcsolódtak, valóban mozognak ebben a körben, vagy az is, hogy a felvásárlás helyekre, a falugazdász hálózaton keresztül kifüggesztettük ezt a lehetőséget, nagyobb most az érdeklődés, remélem több is fog összejönni. A Magyarok Kenyere programnak három kiemelt rendezvénye lesz. 2015. augusztus 9-én Szarvason, a történelmi Magyarország középpontjában tartják a központi búzagyűjtőnapot. Az összeöntés ünnepe augusztus 16-án a Mohácsi Szent Miklós vízimalomnál lesz, ahol a begyűjtött búza egy részét jelképesen megőrlik. Az országos zárórendezvényre, a Magyarok Kenyere ünnepére augusztus 20-án Pécsett kerül sor. Lényegében azt szimbolizálja, hogy Magyarországon is minden megyében és a környező országban a magyar lakta területekről gyűjtik ezt össze, és ez az összetartozásnak lenne a jelképe, és azért is gondoljuk, hogy akkor nem csak a határon túli rászorulókat támogassuk ebből, hanem Magyarországon is, ugyanis már oda van mennyiség gyűlt össze, akivel elkezdődött 2011-ben ez a folyamat felajánlás, hogy már ők nem bírnak ennyit elhasználni, hál' Istennek, olyan sokan csatlakoznak, és akkor Magyarországon is találunk olyat, akik ezt elfogadják. A sütéseken felül megmaradt liszt nagy részét az erdélyi és a kárpátaljai árva gyerekek kapják, de az idei évben minden magyarországi megye egy karitatív szervezete is részesül az összmagyar liszt adományból. Az országban több mint 10 000 család foglalkozik dinnye termesztéssel, és egyébként országosan több mint 6 000 hektár a termőterület. Az idei dinnye minősége, illetve mennyisége a szakemberek szerint átlagos lesz. Idén jó termésre számíthatnak a dinnyetermelő gazdák, a Szüretbe a szabolcsi gazdák kapcsolódnak be legkésőbb. A szabad gyökerű dinnyék már 2-3 kg körüliek a nyírségi földeken. Az országban most egy 6 000 hektár dinnye van. A 6 000 hektárból 6 200 hektár körül, abból egy olyan 3 000 hektár, de inkább 4 000 az már tökre oltott dinnye, ami a dinnyének a robosztusságát felelősíti, és ezáltal ellenállóbb, így vissza tudják vetni, vissza tudják ültetni azon területekre, ahol több éven keresztül is már dinnyéztek, vagy dinnyéznek. Én úgy gondolom, hogy kielégítő termés lesz, nem lesz sok, nem lesz kevés, annyi, amennyi a piacnak szükséges. Úgyhogy, ha egy ilyen jó kánikula időszak következik most egy 2-3 hétig, aztán augusztusban újra lenne egy 3 hét, akkor egy nagyon jó szezon lehetne a termelőknek, mert kánikula kell mindenféleképpen a dinnyefogyás meglegyen.
Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kg dinnyét fogyaszt, bár a görög dinnye 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyagforrás. A hazai dinnyék főleg frissességükben jobbak az Európa déli részeiről ide szállított dinnyéknél. A vásárláskor érdemes néhány dolgot szem előtt tartani, hogy mézédes, roppanós húsú dinnye kerüljön az asztalra. Minél nagyobbak a dinnyék, általában nál finomabbak, meg nézni kell azért a hangját is. Hát ezt úgy tudjuk megállapítani, hogyha megfogunk például egy dinnyét, megüt az ember, rezgős legyen. Most ezt így mesélhetném, hogy mitől kell úgy rezegni, ezt az embernek a tapasztalatából derül neki ezek a dolgok. Összességében itt a logisztika, a szállítás miatt ahhoz, hogy egy érett gyümölcs akár nem csak a dinnyénél, másnál is, ami a legzamatosabb, az akkor zamatos, mikor a dinnye földön is finom, jó. Na, ahhoz, hogy ide kerüljön az országba egy dinnye, azért kell egy 85-90%-os állapotban levenni ezt Spanyolországba, és mire ideér, addigra úgymond utolérik, és hát nem a legfinomabb. Ezért, hogyha egy hazai dinnyét, amit ma leveszek, és már ma este vagy holnap reggel a vevő, a fogyasztó asztalán van, az attól nincs jobb, úgyhogy a magyar dinnye ezért más, ezért jó, mert friss, akkor vesszük le. Spanyolországban is van jó dinnye, meg Görögországban mindenhol van jó dinnye, csak hogyha a szállítást belevesszük, és egy érett dinnyét rakunk be a kamionba, raknak be, mire ideér, akkor meg már kezd túlérni, kásás lenni, és emiatt nem lesz már olyan finom, ha úgy veszik le. Ha úgy veszik le, hogy meg még ilyen kicsit nyersebben, akkor meg azért nincs jó íze. Úgyhogy összességében mindenhol van jó dinnye, de a magyar dinnyének mondjuk a napsütéses órák száma azért jobb, amit így a statisztikák kimutatnak, ezáltal édesebb, cukrosabb, de igazán de a frissességét lehet elsősorban előhozni, hogy amit ma én leveszek, az már holnap az áruház polcaim van, és ezáltal finom érett dinnyét tud enni a fogyasztó. A hazai piacokon kívül, ami az utóbbi években köszönhető a Dinnye Szövetség munkájának, köszönhető a minisztérium hozzáállásának, promóciós munkákkal felerősödött a magyar dinnye fogyasztása, úgyhogy Magyarországon az elmúlt egy-két évben több dinnyét fogyasztottak most, és fogyasztanak ebbe az évben, és nagyon reméljük ennek köszönhetően, de a magyar piacon kívülre, hát az elsősorban a lengyel-szlovák cseh piac, ami elég erős, ez egy nagy testű kartonos boxos dinnyét jelent, ezen kívül a német piac, ami a dobozos dinnyét, ez a 3 kilótól 6 kilóig jelent, a német piac az, ami ezt felveszi. Azon kívül még a baltikumi országba megy egy jelentős része. Én úgy gondolom, hogy a megtermelt dinnyének azért egy 60%-a azért exportra köt ki, egy 40%-át esszük meg. A szezon indulásával az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek fokozottan ellenőrzik a dinnyetermesztőket és az árusokat. Az út mellett történő árusítás önmagában nem jelent problémát, ugyanis a jelenlegi szabályozás értelmében, aki a megfelelő hatósági engedélyeket beszerzi, az élhet ezzel az értékesítési formával. Őstermelők kizárólag a saját termését, míg más vállalkozás viszonteladóként vásárolt árut is értékesíthet. Azonban mindenkire vonatkozik, hogy az áru eredetét igazolnia kell, továbbá a termékeknek meg kell felelniük a forgalmazási minőségszabályokban előírtaknak. Dinnyét lékelni és darabolni csak abban az esetben lehet, ha a szükséges eszközök tisztításához és fertőtlenítéséhez, valamint a kézmosáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak. A dinnye szezon elején a import dinnyét már ellenőriztük a hipermarketekbe, illetve zöldségboltokba, illetve olyan vállalkozóknál, akik esetenként útmentén is árulnak. Itt elsősorban ugye arra figyeltünk, hogy a származása megfelelő legyen a dinnyének, illetve a nyomon követhetősége az igazolt legyen. Általában ugye a számlákon tudjuk ezt követni, illetve a terméknek a jelölését tudjuk ellenőrizni. Ezekkel különösebben probléma nem volt. Egy-két helyen fordult elő, hogy nem volt megfelelőképp a jelölés. Jelölés volt, de ebben utasítottuk rendre a termelőket, hogy hogyan nézzen ki ez a jelölés.
Hazai dinnye megindult már, az elmúlt hetekben már a déli megyékből származó dinnye megjelent a megyébe, elsősorban itt is kereskedelmi forgalomba, magyar megjelöléssel itt is a számlákat ellenőrizzük, illetve a nyomon követhetőséget ellenőrizzük, valamint a jelölés, címkézést, ez folyamatos az ellenőrzés, ez számszerűsítve a magyar dinnye ellenőrzés olyan 7-8 volt, korábban meg heti rendszerességgel a hipermarketekben, zöldségboltokban folyamatos ellenőrzéseket végzünk. Aki vásárol dinnyét és újra értékesíteni akarja, külön fölhívom a figyelmét, hogy őstermelőként még meg sem próbálja ezt, mert a nyomon követhetőséget vizsgáljuk, és őstermelőként csak az a termelő árulhat dinnyét, aki saját maga termékét állította elő. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagy-Cserkeszen és Vonzás körzetében minden évben nagy mennyiségben termesztenek görögdinnyét, az ízletes gyümölcsért sokan utaznak ide. A termelők itt is azt tapasztalják, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóság kiemelt figyelmet fordít a dinnye ellenőrzésére. Az idei év az elég lassan indult, az egész ültetéssel kapcsolatos elég sok probléma volt. Most a nagy meleg miatt viszont az atkákkal van elég nagy probléma, úgyhogy elég gyakran kell permetezni, de hát ahhoz, hogy valamilyen jó minőségű dinnyét kapjunk, ahhoz állandóan szinte kint kell lenni a dinnyeföldön, és figyelni kell, hogy fejlődik, mert elég kényes. Azt a nagy meleget nem nagyon bírja a dinnye. Most volt ez a kis csapadék, hát egy kicsit késő jött, de azért segített rajta. Tavaly előtt is kaptunk ellenőrzést, a fogyasztóvédelemtől is, a permetezéssel kapcsolatosan, és hát igyekszünk betartani a szabályokat. Azt a származással itt általában mindenki azt árulja azt a dinnyét, amit termel. Eleinte van egy kis bevezetés, de azt is általában magyar dinnyét vesznek, hogyha árulnak, de itt azért mindenki igyekszik a faluba a saját dinnyéjét eladni. A légkérésről nem tudom, vannak ilyen anomáliák, mert volt, hogy megkérdeztem pont a ellenőrtől, hogy most akkor meg lehet lékelni, vagy nem lehet. Ő azt mondta, lékeljen meg neki. Hát végül is azt mondják, hogy nem lehet. Meg lehet úgy, hogyha hozza a vevő a kését, ő a saját megveszi a dinnyét, ha nem megfelelő a minősége, akkor természetesen visszaadjuk. Egyébként mi, hogyha vesznek dinnyét, nem lékeljük meg, de hogyha probléma van vele, és itt lakik a környéken, bármikor visszacseréljük, úgyhogy nálunk ez. Meg azért igyekszik mindenki olyan dinnyét leszedni, hogy ez jó legyen. Magyarországon jelenleg közel 6000 hektáron termesztenek görögdinnyét. A fogyasztását népszerűsítő kampányoknak köszönhetően 2011 óta 20%-kal növekedett. Az idei esztendőtől már az Unió nem biztosít támogatást a dohánytermesztők számára, ezért hazai forrásból próbálják a kieső pénzeket pótolni. Egyébként az idei támogatást két részletben kapják meg a gazdálkodók, amelynek egyik részletének folyósítását az elmúlt hetekben meg is kezdték. Az idei évtől már nem biztosít támogatást az Unió a dohányágazat számára, ezért nemzeti forrásból pótolják a kieső támogatásokat, amelyet két részletben kapnak meg a termelők. A Burley dohányok esetében hektáronként 500 ezer, a Virginiánál pedig 600 ezer forintra emelték az összeget, amelyhez még az úgynevezett de minimis támogatást is igénybe vehetik a dohánytermelők. A nemzeti támogatásnak a kifizetése kezdődött meg a héten, és folytatódik a jövő héten is. Ez több részből tevődik valóban össze. Most a 2013-as felemelt nemzeti támogatást pótolja a kormány, és a 2014-esnek is az elmaradott támogatását. Ez azt jelenti, hogy egy 4-600 ezer forinthoz juthat minden termelő a hétfőtől és a jövő hét a két kifizetés összegével együtt. Ez egy bizonyos termeléshez kötött támogatás formájában, másfél milliárd egy de minimis formájában, ahol az energia áraknak a csökkentésére körülbelül 70%-os támogatást, illetve akik száraz dohány termelnek, a dohányzsinyeg vásárlásra és olyan eszközökre, amit a dohánytermeléshez használnak rá. Ebből az 5 milliárd forintból kezdődik meg lényegében már ez az elmaradott kifizetések, és az év második felében, illetve a 2016-os év első felében lesz kifizetve, ugyanis ezzel a bizonyos elszámolás ez nem zajlódik le
csak a november utáni időszakban, amikor majd a dohányt le fogják adni, illetve a tavasz, mire elszámolnak vele, úgyhogy a második részét a 2015-es évnek 16 első felében kapják meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3600 hektár dohányültetvény van, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Az idei szokatlanul meleg időjárás nem kedvez az ültetvényeknek. Sajnos ez a meleg a dohányfejleségekre is rányomja a bélyegét, az alsó levelek elszáradnak, elkezdenek felégni, így veszélybe kerülhet az a bizonyos korlátozás, egy bizonyos súly mennyiség van meghatározva a támogatáshoz, ennek a teljesítése kerül veszélyben. Most folynak ilyen felmérések, hogy körülbelül mit jelent ez megyei szinten, és ha ez olyan jelleget ölt, hogy Viszmajort kell jelenteni, akkor ezt a falugazdász hálózaton keresztül rövid időn belül meg is kell kezdeni. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy 2016-tól várhatóan az idejéhez hasonlóan évi 900 ezer forintos támogatást vehetnek igénybe a dohánytermelők hektáronként. Az idén nagyobb lendületet kaphat az Alföldön a tanyafejlesztési program, miután a költségvetésben 1,4 milliárd forintot különítettek el erre a célra. Egyébként már az elmúlt években is jelentős fejlesztések történtek itt a megyében is ennek a programnak a keretében. A tanyafejlesztés a Nemzeti Vidék Stratégia kiemelt eleme. Hozzávetőleg 300-400 ezeren élnek tanyasi környezetben, és a nehéz körülmények miatt az elmúlt évtizedekben sokan elvándoroltak, a városokban, falvakban keresték a boldogulást. A 2011-ben beindított tanyafejlesztési program megvalósítására eddig 6 milliárd forint támogatás jutott. Kálós Emilyben ebből a forrásból hoztak létre termelői piacot, illetve fejlesztették a tanyasi infrastruktúrát. Két célt sikerült megvalósítanunk az elmúlt évek folyamán. Az egyik a mögöttem látható piac területe. Ez a tehelyi termékek piacra jutását elősegítő beruházás kapcsán vagy cél érdekében jött létre, a másik pedig egy tanya, a kiscsere tanyának a villamosítása, ami befejeződött, hála Istennek, ennek az évnek a tavaszán. Annak idején milyen támogatást sikerült elnyerniük, és ez hogyan segítheti akár a település, akár a település környékén élőknek, akár a jobb életminőségét, vagy a gazdasági előrejutását? Erre a piacra 30 millió forintot sikerült elnyernünk. Maga a piac tekintetében azt tudom mondani, hogy az elmúlt két év tapasztalat alapján rendszeresen használják, szerdán és szombaton, illetve most már minden év, minden hónapban egyszer, pedig egy kis állatbőrzét, illetve régiségkereskedés is zajlik ezen a piacnak a területén. Egyrészt, másrészt pedig a kis cseretanya villamosítása tekintetében azt tudom, arról tudok beszámolni, hogy a beruházáshoz kapcsolódóan további beruházások is megvalósultak, illetve folyamatban vannak, illetve az ott élők, az ott dolgozó gazdálkodóknak az életfeltételeit mindenképpen javította ez. Bízunk benne, hogy ez a program ez a későbbiekben is megmarad, és ki tudjuk majd még használni, illetve a helyi gazdálkodók is ki fogják tudni használni. A városi ember az érdeklődik a vidéki életforma iránt. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt időszakban egyre többen érdeklődnek a tanyasi élet iránt. Ennek az életnek megvan a maga szépsége, hiszen az ember saját magának termeli meg azokat a dolgokat, amelyeket ott helyben elfogyaszt. Most újraindul a program, gondolkoznak ebben, hogy pályáznak? Mi nem, mi segítjük azokat a gazdákat, akik azon gondolkodnak, hogy azokat a célokat, amelyeket a tanyafejlesztési program keretein belül meghatároztak, abban elősegítsük, előmozdítsuk. A program révén növekedett a megművelt területek nagysága, gyarapodott az állatlétszám, több tanyasi hűtőházat, tej- és sajtüzemet létesítettek, földutakat korszerűsítettek, több száz tanyán bevezették az elektromos áramot, és kiépült a tanyagondnoki szolgálat. A megyében az elmúlt években közel 100 nyertes pályázó volt. Az idén nagyobb lendületet kaphat az Alföldön a tanyafejlesztés, miután a költségvetésben 1,4 milliárd forintot különítettek el erre a célra. A megyénkre jellemző ezek a megszűnt tanyatelepüléseken azért sokan vásárolnak meg ilyen tanyákat, és ott állattartással megpróbálnak foglalkozni. Örülünk ennek a tevékenységnek, hogy visszakerül az élet ezekre a településekre. A kormány jelenleg is ilyen pályázati feltételeket teremtett meg, ahol a fiatal gazdálkodók esetleg ilyen tanyákon 90%-os pályázattal 3 millió forintot nyerhetnek el, és akkor egy ilyen újra indíthatnak egy ilyen tanyai településen egy ilyen állattartás megvalósítását.
Az idei program egyik legfontosabb feladata a tanyasi termékvédjegy elterjesztése. A védjegy olyan termékekre kerülhet, amelyek garantáltan jó minőségű helyben készült, az egészséges élelmiszerek választéka bővítését szolgáló különlegességek, és rövid úton a kereskedelmi lánc kiiktatásával kerülhetnek a vásárlókhoz. A pályázatokat július 15-től lehet benyújtani. Kedves nézők, az elmúlt percben a Mintagazdát, a Kölcsey Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!